A diákok mindig izgatottan várják a versenyt, ugyanis az esetleges továbbjutással ki tudják próbálni magukat más szinteken is. Voltak természetesen nehezebb feladatok is, és könnyebbek is. Valakinek van, hogy az nehéz, ami nekem könnyebb, szóval nem mindenkinek egyforma a nehézségi szintje. Mindenki szeretne, de ugye majd meglátjuk, hogy kinek mennyire ment jó. A székelykevei Zsárkó-Zrenyalin általános iskolából 8-an érkeztek a versenyre. Az eddig évekhez viszonyítva most tömegesebben vagyunk itt. A gyerekek nagyon örültek, már visszamenőleg ugye 2 évig majdnem verseny se volt, és a mostani 8-osaink még nem is vettek részt ilyen versenyen, úgyhogy ez nekik most nagyon nagy élmény. A körzeti magyar versenyen összesen 17 diák mérte össze tudását, ami kiváló számnak számít, mondta Vidrás Krisztina, a Torontálvásárhelyi Mósa Piáde általános iskola igazgatója. Mi idén is igyekeztünk a tartományi oktatási titkárság pályázatát kihasználni, és a nyelvi kompetenciák részének a fejlesztésére kiírt pályázatot idén is sikeresen megnyertük, és ebből az összegből tudtuk itt megvendégelni az idejött diákokat, kísérő tanárokat, illetve jutalomkönyvvel fogjuk megajándékozni a résztvevő diákokat, függetlenül a helyezésüktől. Hát nagy öröm számunkra, amikor ugye az anyanyelvet ápolhatjuk valami módon. A Torontálvásárhelyi fordulóból tovább jutott a 7. osztályos Hertelendi falvi Kis Laura maximális 20 ponttal, a 6. osztályos Szilágyi Márk 16,5 ponttal, és a 8. osztályos Balogi Blanka 15,3 ponttal, mindketten Torontálvásárhelyről.